No, legyen már egy komolyabb téma is. Megint az EU. Hát nem tudom, hogy tényleg ennek valami haszna van az országoknak, hogy EU-s vagy nem. Fogalmam sincs, még a hasznát azt nem találtam meg, hogy tényleg mi haszna van belőle, bármely országnak is. De hogy mik a hátránya, azt már sűrűn rájöttem. Na, most a H2O. Tudjátok, a vizecske. Az EU most olyat talált ki, hogy nem talált ki, ez már kész, vége van. Szóval csinált egy ilyen csoportot, összehozott egy csoportot, akik megszavazták, hogy Európa szerte minden európai országban a vizet privatizálni kell. Szóval ebből tudjátok, mi fog következni. Az fog következni, hogy amit most csinál a Nestlé Afrikába, az itt lesz Európában is. Szóval Afrikában már olyat csinál a Nestlé, hogy megvásárol kutakat. Tényleg olcsón megveszi a kutakat, és az őslakosokkal dolgoztat ott, a gyárba, akik naponta kapnak egy fél liter vizet, tiszta vizet. Aki nem dolgozik a gyárban, annak nincs tiszta vize. Az a saját kútja, ami ott van a kúta a faluja mellett, nem használhatja, mert a Nestlé használja. Na és akkor most pont ezt akarja az Unió. És mivel vannak az Unióban elég sok olyan ország, hogy elmaradott, adókkal tele van, nem adókkal, hanem tartozásokkal van tele, így most azt találták ki, hogy ezek az országok, hogy a tartozásaikból kicsit vissza tudjanak fizetni az Unió irányába, kötelesek eladni a víz az állami vízszolgáltatót. Szóval Portugáliában van egy vízszolgáltató, amit már szorongatnak, és ott az emberek ma az utcán vannak. Érdekes, hogy azért a... Hát jó, nekem nagyon tévét nem szoktam nézni, de nagyon érdekes, hogy az interneten se sehol nem nagyon van erről szó, szóval újságot olvasok, és sehol az újságban nem találom, hogy ilyesmi van, még arról se lehet tudni, hogy az Unió ilyet csinált, hogy a vizet privatizálni akarják. Athénban van két nagy vízszolgáltató, azok is arra kötelezik most, hogy eladják a vízszolgáltatók, hogy privát legyen. De ne görögnek, hanem van Európában, itt nem 6 vagy 7 nagy vízszolgáltató, az egyik a Nestlé, ő a legnagyobb. A többinek így nem tudom a nevét, de hát így a videón, amit az Umweltminisztérium adott ki, azon láttam, és mit tudom én, nagyon nagy. Szóval a Vattenfall, egy német, az benne van, akkor két francia nagy vízszolgáltató van benne, meg mit tudom én, egy angol is van benne. És most ezt akarják csinálni, hogy Európában az összes vizet privatizálják. Na, ezt megpróbálták már egyszer itt Osztrákban. Nem tudom, akik kicsit ismerettebbek így az osztrák a parlamentben, van egy olyan párt, hogy Neos. Elég új párt, abban az évben alakultak, mikor én idejöttem, az lett volna az első ilyen, hogy parlamentbe bekerülés, meg ilyesmi. És egyből megcsinálták a kibaszott nagy hibát, azt akarták, hogy privatizálják Osztrákba a vizet. Kész. 80%-át a szavazóiknak elvesztették. Szóval osztrákok szerencsére ezt nem akarják, nagyon védekeznek az ellen, hogy tényleg privatizálva legyen a víz. Németországban, Berlinben ugyanaz a helyzet. Ott egy időben privatizálva lett, aztán most a város azon van, hogy visszavásárolja a privát helyektől a vízet. Na most ezek a privátok, ezek azzal hirdetik magukat, hogy ha privát lesz a víz, akkor olcsóbb lesz, jobb lesz a ellátás, meg bla bla bla. Szóval eddig, ahol privát lett, ebből a
kis filmben, az Unvelt Minisztérium adott ki, ebből derült ki, hogy ahol ezek megjelentek, ezek a privátok, ott nagyon gyors iramba megnőtt az ára a víznek, és a szolgáltatás meg szarabb lett. Szóval vannak olyan helyek, ahol a víz 4-5-szöröse lett az ár, de a víz már ihatatlan, annyira rossz. Na. Szóval nem tudom Magyarország hol áll ezen a szinten. Nekünk itt osztrák még szerencsénk van. Ja, és hogyha privatizálják a vizet, akkor olyasmik is lesznek, hogy például saját kutat nem lehet, mert büntetendő. Szóval, ha Magyarországon arra kerülne a sor, hogy meghirdetnek egy, egy szavazatot afelől, hogy privatizálják vagy ne privatizálják a vizet, akkor ellene legyetek nagyon. Meg bármelyik országban is éltek, szóval próbáljatok meg ellene szavazni, hogyha ilyesmi lesz, és mert hogyha egyszer a Nestlé kezébe kerülnek a kutak, akkor nekünk már régen végünk van. Szóval szép lassan ilyen, nem tudom, hogy gondoljátok ti, de olyan szép lassan elárul minket az EU. Mert ez nem az első, vagy nem az utolsó húzásuk volt, amit itt csinál. Ez különben decemberben lett megcsinálva ez a szavazás, és ez nem az egyetlen egy olyan dolog volt, amit ők decemberben megszavaztak, hanem december 22-én megszavazta az EU közösség, hát nem a közösség, hanem az EU parlament, mert ott a legtöbb európai ország ellene volt, de úgy döntöttek vele, hogy hát ezt le kell zárni még ebbe az évben, és most ellene vannak az országok, ki a faszt érdekel, még gyorsan megszavazzuk. Kiadtak, vagy megadták az engedélyt Európába, országszerte, mindenfele. 4 darab szója, 2 kukorica, és azt hiszem árpa, 1 árpára génkezelt növényeket, hogy Amerikából, tudjátok, van ez a TTIP, ez a adásvételi szerződés, hogy magyarul vagy Európa, mit tudom, vámmentesen küld Amerikának, Amerika küld, meg ilyenek. És akkor ezen keresztül Amerikából kapjuk majd jó a kénkezett cuccokat. Na jó, hát ez mindenki azt mondhatná, hogy ez nem érint engem, de érint, mert ez engem kevésbé érint, mint vegánként, mert a szóját, amit mink így megeszünk, mit tudom én, pudingba, tejbe, mit tudom én, húsformába, vagy ilyen utángyártott húsformába. Ez mind európai szója, amit itt termelnek meg például osztrákban. És ezek tényleg génmentesek, és biók, és ilyesmik. Viszont ezek, amiket most kiadtak, szóval lehet Európai Unióba árulni, tovább szállítani, meg ilyesmi, ez mind izé lesz. Takarmány. Szóval ezzel mennek az állatok, és az állatonkon keresztül szépen a mindenkinek. Az asztalán fog kikötni ez a sok génkezelt szírszar. És ez most érdekes ennek a dolognak, hogy a németek például azért voltak a Merkel, azért volt, hogy ezt megengedjék, viszont Münchenben az Umweltminisztérium, azok meg ellene vannak, és ők már most nem kérik, hanem követelik a német tanácstól, hogy ezek mindenhol, ahol állatokat etetnek ezekkel a génkezelt szírszarral, fel legyen tüntetve a húson, vagy a terméken, ahol mint alapanyag belekerült, fel legyen tüntetve. Aztán, hogy ezt most valamikor majd feltüntetik-e, vagy nem tüntetik fel, és melyik országokban csinálják ezt a feltüntetjük, hogy génkezelt,
Az majd a másik kérdés. Én tudom, hogy itt is, az osztrákban jó helyen vagyok, mert itt kötelező feltüntetni, hogyha valami, például állatot gén módosított, akármivel volt etetve. Szóval, nem tudom, hogy de osztrák azért elég jól áll az ilyen cuccokkal, szóval a génkezelt cuccokkal, meg a víz dolgával, szóval elég stabil helyen állunk. Örülök neki, hogy azért egy ilyen országban élek. Aztán itt is vannak problémák, mint mindenhol máshol. Na mindenesetre most ezt akartam csak így. Hát szerintem elég komoly téma, és biztos sok mindenkit nem érdekel, de akit nem érdekel, az majd nyavajogjon akkor, amikor a génkezelt akármitől ilyen gumók nőnek rajta. És akkor csodálkozik, hát ez mitől van. Hát attól van, hogy ezek a génkezelt szélszarok, ezek azok a növények, amiket a peszticíd, meg fungicíd, meg mit tudom én, micsodák. Szóval ezek a nagyon mérgező, monzátó szarokkal permeteznek, amit mindent kiirtanak, mindent. 10 méter mélyen bemennek a vízbe, és a talajvízen keresztül bejutnak az ivóvízbe. Szóval ez a mérgező anyag, amit így kiszórnak, ami a levegőbe több 10 kilométerre elmegy, és nem akar felbomlani az Istenért se, mint normális méreg, amit mit tudom én, kipermetezem, megölöd a növényt, megölöd vele a gazt, és akkor bum, feloldódik. Nem, ez nem akar, ez marad a levegőben, marad a vízben, marad a földben, és rákkeltő, és ezt kimutatták már, hogy rákkeltő. De ezt is az Unió megengedte, természetesen. Egy német politikus megint csak ilyen monzátos fejesek mondták neki azt, hogy hát ez jó, hát ez tök jó. Na szóval, én az az érzésem ennek, hogy persze minden országnak a politikusa elárul minket. Ezek politikus az azért van, hogy lopjon, csaljon, hazudjon. Hát mi a másnak lenne? És ez nem magyar példa, hanem ez azért mindenhol így van. Szóval minden politikai orsz, vagy minden országnak megvan a maga kis politikusa, aki stadiont épít meg, mit tudom én, kis vasútot magának meg. Csak lehet, hogy más. Lehet, hogy nem kis vasútnak hívják, hanem például Németországban mondjuk azt, hogy a Bertelsmann. Szóval a legnagyobb könyvkiadó valami furcsa módon olyan kezekbe került, ami nagyon politika közeli. Igen. És akkor ilyen milliós bevételé vannak, ami elcsúszan. Szóval minden országban megvan ez. Korrupció, meg lopunk, csalunk, hazudunk, ez mindenhol megvan. De mink vagyunk a hülyék, mert ezt megválasztottuk. Aztán nem tudom. Nem mondom, hogy az egypártos rendszer jobb, de mikor több pártos rendszer van, és ezek a pártok csak arra jók, hogy egymással veszekedjenek, hogy ki milyen hülye, akkor szerintem egy olyan esetben egy egypártos rendszer, ami nem diktatúra, jobb. Akkor legalább csak egynek a hülyeségét kell eltűrni, nem pedig négyért, vagy ötért, vagy háromért, vagy mit tudom én hányért. De minden esetre politizálni nem szeretnék. Azt hagyom az okosabb, a lovakra, tényleg azt szokták mondani, hogy hagyjuk a lovakra, mert nagyobb a fejük, nagyobb az eszük is valószínűleg akkor. Szóval politizáljanak a lovak. Na jó van. Hát ez ilyen, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit lehangoló videó, de szerettem volna azért, mert mondom, hogy azért osztottam meg ezt veletek, ezeket az infókat most, mert én nem láttam sehol egy kibaszott újságba. Mondom, tévét azt nagyon ritkán nézek, de hát ott se, szóval híradót láttam mostanában, és nem láttam sehol újságokban, sehol nem. De tudjátok, hogyha, mit tudom, hogy Kínába eldől egy rizses zsák, azonnal.
minden újságban. Hol Kínába eltűnt a rizsesák? Szóval... De olyat, ami tényleg minket, lakosokat, európai lakosokat érint, mondjuk olyan, hogy kénkezelt szilszarral akarnak minket innentől letetni, ezt nem kell megosztani senkivel, meg azt se kell senkivel megosztani, hogy a vizet el akarják tőlünk venni, és akkor majd drágán árulják nekünk a vizet. És hogyha saját kutad van, akkor azért vagy adót kell fizetned, vagy be kell temetned, vagy nagyon megbüntetnek. Szóval érdekes dolgok ezek nagyon. Szóval én nem szeretném, hogy a vizet privatizálják, mert a víz az egy olyan dolog, hogy anélkül egy ember nem tud életben maradni. Szóval az egy teljesen természetes dolog, és van az UNO-nak van egy ilyen törvénye, nem tudom mikor hozták azt a törvényt, az UNO, de Németországon is van egy ilyen, hogy a alanyi jogod az, hogy neked vized legyen. Szóval, hogyha Németországban, mint csöves, akármi, bemész valahova és azt mondod, hogy kérsz egy pohár vizet, akkor muszáj neked adni. Az teljesen alanyi jogod, hogy te egy pohár vizet kapjál, bárhol. Szóval, ez egy ilyen uniós rendelet, én nem tudom, az Európai Unió az mindenen keresztül kasul, gázol, és nem érdekli semmi, és nem tudom. Szóval én szerintem nagyon nagy hiba volt ez az uniós belépés minden országnak. Én ezt megértem, mikor úgy éltem meg azt az uniót, hogy hát akik régen már látják, nézik a csatornámat, tudják, hogy én már akkor, mikor unió összekavarodott itt, én már kint voltam Németben. Szóval jóval előtte már kint voltam Németbe, és már mikor az elején ez még úgy szólt, ez az unió, tudjátok, mikor még csak a nyugati országok voltak benne, hogy ez nem volt ennyire szoros. Szóval egy ilyen olyasmi volt az unió, mint régen a keleti blokkon volt a KGST, ez a közös gazdasági piac. Na ugyanígy volt az unió is. De már nagyon régen, szóval ez nem egy új keletű dolog, hanem már nagyon régen így volt, hogy ilyen közös gazdasági piac volt. És ez jó. Idáig nincs vele semmi baj. Ami ezután következett, hogy legyen egy közös politikai centrum, akkor legyenek, mit tudom én, egy pénz. Nem. Na itt kezdődtek a gondok. Én úgy éltem meg ezt, tehát akkor, mikor bevezették Németországba eurót, egy éjszak alatt az egyik legkeményebb valuta, a Deutsche Mark, és a német márka, a nyugat-német márka, egy éjszak alatt több mint a felét vesztette az értékét. Akkor, mikor azt mondták, hogy bam, éjféltől euró. Kész, annyi. Olyan volt, hogy én mindig ugyanabban a boltban vásároltam, a Kaiserba. Bent voltam, délután vettem valamit, másnap reggel bementem, és fizettem érte másfélszeresét. Egy éjszak alatt. És pedig azt mondták, hogy fele-fele lesz. Vagyis úgy lesz a váltás, hogy az a márka erősebb, mint az euró. Hogy egy márkáért 50 cent, vagy hogyan, vagy fordítva volt, nem tudom már. De azt tudom, hogy egy éjszak alatt másfélszeresét bukott a márka. Szóval nem egy jó dolog. És hát ez most már azért 17 éve van, hogy ez megtörtént, és azóta csak arra jön rá az ember, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet, nem jobb. Mert az átmeneti nehézségek az uniónak az már régen elmentek. Most már az van inkább, hogy az unió elkezd diktatúra-szerűen, ilyen rendszerben én ezt látom, hogy a franciák és a németek viszik a prímet, szóval ők döntenek a legtöbb dolgon, ami mit tudom én, minden országban történnie kell. Ők döntötték azt is el, hogy legyenek a menekültek szétszórva mindenfele. Szóval
nagyon sok mindenről döntenek ők, anélkül, hogy más országot megkérdeznétek. Én nem tudom, ez szerintem nem épp egy demokratikus akárminek nevezhető, és főleg most, mikor már olyanokat akarnak csinálni, hogy amelyik ország nem azt csinálja, amit az EU akar, az büm, megbüntetik. De úgy, hogy eddig úgy volt az EU, hogy nem szólhatott bele belső ügyekbe. Most már parancsolhat, hogy belső ügyeket hogy intézzen el egy ország. És hogyha nem úgy csinálod, akkor izé van, büntetés, már fenyegetnek, kizárással. Most per pillanat Magyarország, Cseh, Szlovákia és Lengyelországot, Portugáliát és Görögöt fenyegetik avval, hogy kizárják az Európol. Mert nem azt csinálja, amit akarnak ők. Szóval ez szerintem diktatúra, ez egyenes diktatúrának nevezem, ez itt demokrácia már régen meghalt Európában. Azon kívül, hogy mit csinálnak a belső politikusok, az tök mindegy. Na jó van. Ennyi volt. Ciao.